Vadveszélyre figyelmeztet ez a tábla a következő 1 kilométeres szakaszon. Ezeken a helyeken bármikor számítani lehet arra, hogy ősz bukkan fel az úton. A következő 3-4 hétben azonban nem csak a figyelmeztető jelzéssel ellátott területeken kell körültekintőbben vezetni. Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Ilyenkor megváltozik az állatok csoportos viselkedése. Az őzbakok kergetik a sutákat, de egy őzbak kergethet egy másik őzbakot is, a vetélytársát. Gyakorlatilag ilyenkor többször láthatunk őzet, és ami izgalmasabb, hogy nappal láthatunk többször őzet, tehát nyilván jobban egybeesik az ő mozgásuk a autósok mozgásával. Miután ugye ilyenkor a bakok sokkal inkább a sutákra figyelnek, mint az autóra, nyilván megnő a autó és a vad találkozásának esélye. Figyelni kell jobban egy kicsit utakon, mint eddig, bár ezek a bakok jellemzően nem hajkorásznak egymást, nem verekednek, mint tavasszal, ugye a teritorium foglaláskor, tehát több időnk van észrevenni. Inkább ilyenkor az szokott lenni a gond, hogy a bak semmi másra nem figyel, csak a sutának a hátrahagyott szagnyomára, és azon, mint egy vizsla megy végig, és egyszerűen nem veszi észre, hogy jön egy autó. De nekünk én azt gondolom, hogy bőven van időnk észrevenni, hiszen nem gyorsan megy ez az őz, nem váratlanul ugrik, tehát ha figyelünk, akkor észre fogjuk tudni venni. Fokozottan kell figyelni azokon a szakaszokon, ahol beláthatatlanabb az út szélén lévő vegetáció, vagy ahol olyan kanyar van, ami mögé nem látunk vezetés közben. Itt a nyírségi rész, ami őzesebb része a megyének, de az egész megyében van őzünk, hál' Istennek szépen. Annyi a különbség, hogy a szatmári belegi részen van még mellett a szarvasunk is, de ott is van őz. Inkább olyan helyeken lehet ebből gond, ahol a vegetáció teljesen kiér az útig. Tehát azok az alsóbrendű mellékutak, amelyeken ugye nincsen kikaszálva az út szélén az a néhány méter, és teljesen beérnek a bokrok az út szélére, vagy esetleg a vetett kultúrák, ott nyilván az őz láthatatlanul tud eljutni az útig, és ott hirtelen kilépve okozhat gondot, de ez nyilván nem csak most igaz, hanem az egész évi időszakra. Maximum ilyenkor egy kicsit, hogy nappal jobban mozognak, talán többször látjuk őket az autóból. Gázoláskor, amennyiben az őz nem éli túl az ütközést, vagy nem képes önmagától elhagyni a helyszínt, kötelező rendőrt hívni. Ilyenkor a rendőrség a helyileg illetékes vadásztársasággal közösen vizsgálja meg az esetet, és méri fel a károkat. Magyarországon évente átlagosan 6-7 ezer vadelütést jelentenek be. Ennek 80%-át teszik ki az őzek, 380 ezres egyet számával, ugyanis ez számít a legnagyobb nagyvadfajnak.